Pentala Hari Krisna, Berkes Ferenc és Ács Ferenc az egyik, míg Almási Zoltán, Szabó Gergely és Verőci Zsuzsa a másik oldalon. Az aranyérem sorsáról is döntő összecsapást rendeztek az NB1-es sakcsapatbajnokságban, a forduló előtt harmadik atomerőműese a lista vezető Diós Győrt fogadta. Ahogy a népsorból is kitűnik, mindkét gárda a legerősebb összeállításában ült asztalhoz a prelátusban. Már negyedik fordulónál tartunk, eddig mi kettőt nyertünk, és sajnos pénzügyőre egy döntetlenbe csúszott, ami még természetesen nem csökkenti az esélyeinket, hogyha a Diós Győrt megverjük, hogyha a Nagy Kanizsát is, és még a Szombaton is nagyon erős csapat, tehát ő ellenük a többi csapat legyőzhető. Tehát én bízok benne, hogy a dobogó mindenképpen meg lesz, és hát egy kis szerencsés alakulása a helyzetnek. Tehát ez úgy kezdődik, hogy legyőzzük a Diós Győrt most. Az első, illetve 11-12-es tábla az kiegyenlített, illetőleg egy kicsit nekünk hátrányosabb, főleg a vége, viszont a másodiktól tizedikig ott megpróbálunk olyan pluszokat kihasználni, 2-3 pluszt, ami hozzásegített bennünket a meccs megnyeréséhez. A mérkőzések a várt, kijelezett csatákat hozták. Az első 5 táblán 4 remi mellett egy paksi siker született, míg a hátsó táblákon a 2-2 hazai és vendéggyőzelem mellett további 3 döntetlen lett, ami azt jelenti, az atomerőmű ese 6,5-5,5 arányban legyőzte a listavezetőt, és a tabella élére ugrott. Az NB1B-ben a középmezőnyben található csapatok csaptak össze, az ASE 2 a Komlót fogadta. Tavaly évvel ellentétben utolsó fordulóban találkoztunk, és igazából nem volt esélyük nagyobb szereplésre, akkor a külföldieket nem szerepeltették. Most hoztak 3-at. Ez jelzi a szándékaikat, hogy szeretnék nyerni. Természetesen mi is nyerni szeretnénk. Remélem sikerülni is fog. Van ugyan 3 hiányzó a csapatból, a Tóth Gergely, a Szente Varga Fuzsina, illetve a Benedesz Kilehel, de remélem, hogy nem érezzük meg a hiányukat, és a hátsó táblákon, akik játszanak, azok tudják őket megfelelően pótolni. Itt is az első 5 táblán remire adták a partit a felek, míg hátul jobban teljesített a vendég, végül 6,5-5,5 arányban a Komló diadalmaskodott. Veresége ellenére az ASE 2 a 12 csapatos Karuzek csoport 6. helyén áll, míg a Komló a 8. pozícióban található.